A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit! A mai napon, március 15-én az 1848-49-es forradalom és emlékezünk. A stúdióban itt van velem most Váci Márk, akivel a legfőbb történéseket fogjuk feleleveníteni. Köszöntelek! Szervusz! Köszöntöm a kedves nézőket! Idéni már 176 éve annak, hogy kitört a forradalom és győzött több európai városban. Akkor most tekintsünk egy kicsit vissza ennek előzményeire. Hát, ha régebbre akarunk visszamenni, akkor mindenképpen a, a nagy párizsi-francia forradalommal kéne kezdenünk ugye, a történéseknek a, a felgöngyölítését. Igazából csak az eszmeiség miatt, hogy tulajdonképpen a nagy köztársasági és egyáltalán függetlenségi megmozdulások ezzel a nagy forradalommal indulnak el, és ennek az eszméje honosodik meg a magyar társadalomban is, jelesül a nemességben illetve a nagypolgárságban. Ugye itt igazából magyarokról, illetve németekről van szó nagyrészt, tehát van egy olyan német származású réteg is a, a hazai társadalomban, ami a vezető réteghez, tehát az elithez tartozik, és például részt vesz az országgyűléseken, megye kinyilvánítja az akaratát, tehát megfogalmazódnak azok a reformtörekvések, amelyek majd igazából az 1830-as évektől öltenek leginkább testet. Ugye az úgynevezett reform országgyűlések időszaka elkezdődik, megtörténnek ugye a nagy felajánlások, például Széchenyi István, és hát ne felejtsük el ebben a történetben nagyon fontos az ő üzlettársa, Báró Sina György, Fejér megyei birtokos, Ercsi birtokos, aki szintén egy hatalmas nagy vagyont teszt többek között a Lánchíd építésébe, a, a, az akadémia megalapításába, és még meglehetősen sok kezdeményezésbe, amelynek az élének inkább szétsényi jár. És természetesen megindulnak a függetlenségi ö, törekvések is. Így például az 1840-es évek elején, amikor Kossuth Lajos ö, létrehozza a védegyletet, a magyar ipar támogatására, ez egy nagyon fontos kezdeményezés lesz, amelynek ugye az a lényege, hogy van egy nagy osztrák birodalom, egy Habsburg birodalom, amelyen belül ugye létezik a magyar királyság, mint olyan. Ennek uralkodója a magyar király, aki egyben osztrák császár, és még számos egyéb címe is van. Itt az a lényeg, hogy a, a Bécsből a, a birodalom ausztriai területeiről származó árukat lényegesen olcsóbban lehet behozni, mint amennyit ki lehet vinni egyébként Ausztriába a magyar árut, és ezért egyfajta dömping van és Kossuth pontosan a magyar ipar védelmében fogalmazza meg ezeket a törekvéseket, hogy igenis hazai nyersanyagból kell a termékeket gyártani, például a ruházatot. És ugyanígy hazai nyersanyagból kell megvalósítani például a nagy építkezéseket is. Tehát ez mindenképpen egy iparvédő törekvés, hogy ezek a, ezek a bevételek ezek az országon belül maradjanak, és ugye a magyar kincstárat gazdagítsák ezáltal is, visszaforgathatók legyenek más vállalkozásokban. Ö, aztán telnek, múlnak az évek, és 1848-ban megint csak Párizsban ö, ö, üti fel a fejét a forradalom, és ennek a híre eljut Bécsig. Ugye Bécsben a magyar, magyar arisztokrácia természetesen képviselteti magát. 1847. novemberében az uralkodó 5. Ferdinánd néven Magyar király, első Ferdinánd néven Osztrák császár összehívja az országgyűlést. Ez az úgynevezett utolsó rendi országgyűlés, tehát amikor még nem választással kerülnek be a képviselők, vagy küldöttek ugye a, a, a parlamentbe, vagy az országházba, de gyakorlatilag ez egy nagy nemesi gyűlés, ahol a nemesek mellett főleg a főpapság vesz részt, és itt már megfogalmazzák azokat a törekvéseket, 1847. novemberétől kezdve Pozsonyban az országgyűlésen, amelyek majd aztán márciusban testet töltenek. Kosut Lajosnak van egy javaslata arról, hogy ezeket a javaslatokat pontokba szedve egy úgynevezett feliratot fogalmazzanak meg az uralkodó felé. Ez a felirat ez azt jelenti, hogy az országgyűlés elküldi a javaslatait, elsősorban törvényjavaslatait az uralkodóhoz, és az uralkodó pedig egy úgynevezett leíratban válaszol erre jóvá hagyja, nem hagyja jóvá, visszaküldi tárgyalásra az országgyűlésnek. Tehát neki úgynevezett szentesítési joga van. Ez azt jelenti, hogy bármilyen törvényt az országgyűlés elfogad, azt végsősorban az uralkodó hagyja jóvá, vagy elutasítja. És ezek a törekvések, javaslatok megfogalmazódnak, és amikor a Bécsi forradalom híre megérkezik Pozsonyba és megérkezik Pestre, ugye az ország akkori fővárosába, akkor bizony a lelkes ifjúság, élén többek között Petőfi Sándorral jókai morral, úgy dönt, hogy akkor ezeket a javaslatokat követelések formájában terjesztik. Ö, elsősorban az uralkodó elé, ö, de bevonva, például a pesti polgárságot is és bevonva az ország polgárait. És tulajdonképpen ezekből a követelésekből születik, meg, az úgynevezett 12 pont ami ugye 48. március 15-ének az egyik legfontosabb eseménye. Igen, akkor most beszéljünk egy kicsit, a, ugye jól tudjuk, hogy a Pilvax kávéházból ö, indult a forradalom Pesten. Ö, beszéljünk egy kicsit részletesen akkor erről, hogy pontosan mik is történtek, hogyan zajlott. 48. március elején, közepe felé járva, tehát még uh -huh. 15 előtt néhány nappal, Petőfi Sándor megírja a talpra magyar kezdetű költeményét, ami aztán a nemzeti dal címet kapja. És ugye, amikor a bécsi forradalom híre megérkezik Pestre, akkor a forradal már fiatalok a Pilvax kávéházban gyülekeznek, hiszen ez az ottani liberális, mondjuk azt, hogy forradalmi értelmiségnek a gyülekező Ugye forradalminak már csak utólag nevezhetjük, hiszen itt éveken keresztül azért mindenféle viták folynak, lapokat szerkesztenek a, a haladás érdekében, javaslatokkal, hogy az ország polgárosodását hogyan lehetne elérni, és forradalmi majd igazából március 15-én válik ez az, egész, ez az egész tömeg, és innentől kezdve nevezhetjük őket márciusi ifjaknak. Minden esetre elkészül ugye ez a költemény, Petőfi ezt, ezt kiadásra szánja, hogy majd megjelenjen akkor, ugye, valamely sajtótermékben, ami előtt azért meglehetősen nagy nehézségek állnak, hiszen például a cenzúra, mint olyan, ugye az előzetes jóváhagyásnak az intézménye az működik. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb városokban, illetve a vármegyékben is királyi biztosok, cenzorok azok, akik jóvá ezeket a szövegeket, amelyek aztán megjelenhetnek a különböző lapokban, illetve könyvekben. Tehát bárki írásos módon publikálni szeretne, akkor ez előzetes jóváhagyás szükséges hozzá, és bizony az uralkodóház vagy éppen a birodalom számára nem kívánatos szövegeket pedig ezekből ugye automatikusan törlik, és ugye ebben a formában nem is jelenhetnek meg ezek a felhívások egyáltalán nem jelenhetnek meg természetesen, már legalábbis társadalmi jellegű felhívások. Nyilván, hogyha művészetről, irodalomról, gyűjtésről van akkor természetesen igen, de például az, ami a 12 pontban megfogalmazódik, az ugye nem jelenhet meg ilyen formában korábban. Hiszen a sajtó is ellenőrzés alatt áll, tehát ez azt jelenti, hogy a kinyomtatott termékeket is ellenőrzik, mielőtt ez egyáltalán az utcára kerülhet, hiszen az, ugye az újságokat is úgy terjesztik, hogy a rikkancsok útján ugye lehet ezeket megvásárolni, illetve előfizetni különböző lapokra, de a már kinyomtatott termékeket is utólag bármikor visszavonhatja ugye a cenzúra. Ez is egy nagyon fontos dolog. És igazából ezek a főbb törekvések fogalmazódnak meg, hogy igenis ezt a 12 pontot mindenképpen ki kell nyomtatni, és terjeszteni kell ugye a pesti polgárság körében, és aztán terjeszteni kell majd az országban is, illetve a sajtó szabadságát ugye azzal is biztosítani kell, hogy Táncsics Mihályt, aki a budai várban raboskodik, ugye sajtóvédségért ö, ítélik el tulajdonképpen, ő, tehát ő újságíróként ő, politikai fogoly igazából, hogy az ő szabadsága jelképezi, vagy az ő kiszabadítása jelképezi ugye a sajtónak a szabadságát. Nem véletlenül március 15-e egyébként a szabad sajtónapja, ugye pontosan ezért, amit a média minden szegmense általában meg, megünnepel és, és megemlékezik erről. Tehát ezek a, ezek a, mozgulódások indulnak el, és aztán a pilvaxból ugye rövid úton elmennek az úgynevezett landerel és hekken azt fél a nyomdába, ahol ugye a tömeg követelésére végül is bejutva az épületbe elkezdik szedni ezt a 12 pontot, illetve ugye a visszaemlékezések szerint Petőfi ott a nyomdagép mm. mellett gyorsan emlékezetből lefirkantja a nemzeti dalt, és ugye az a változata, ö, kerül szintén sajtó alá, tehát nyomtatásba, amit ő ott gyorsan fejből leír, és elkezdik terjeszteni ezeket. Elszavalják, elmondják ugye különböző helyszíneken, a Nemzeti Múzeumnál, hogy most Petőfi fölállt a lépcsőre, nem állt föl a lépcsőre, ugye ezzel kapcsolatban is már szinte nemzetpolitikai viták folynak nagyon sokszor. Én azt gondolom, hogy ennek nincs különösebben jelentősége. Az a lényeg, hogy egyre inkább terjednek ugye ezek a követelések elsősorban szóban, de ugye a nyomtatás útján írásban is. Táncsics Mihálynak a kiszabadítása ugye megtörténik, a helytartó tanácsnak a képviselője végül is úgy dönt, hogy szabadon engedik, mondva, hogy elkerüljék ugye a nagyobb forrongást, és aztán igazából mondhatjuk azt, hogy a forradalom győz, hiszen ugye aznap este megtartják a Bankbán -bank díszelőadását, ugye megjelennek a kokárdák, ugye ez a nemzeti trikolór, ugye a piros, a fehér és a zöld, ami szintén a francia forradalomból átvett, hagyomány, hiszen ott jelenik meg először 1789-ben, hasonló jelleggel egy szalag rózsa, és aztán ugye később a szárak is rákerülnek, amelyek pedig a zászlót jelképezik igazából, és lehet azt mondani, hogy 48-ból ered igazából maga a nemzeti színű zászló is tulajdonképpen, és hát a kokárda használat az, az mindenképpen. Tehát el, elindulnak ezek az események, és hát bizony azért ezekben az eseményekben nem csak Pestiek vesznek részt természetesen, hanem néhány székes fiatal fiatalember is jelen van a helyszínen. Jelesül Boros Mihály, ügyvéd, újságíró, aki azért utazik Pestre, hogy a Székesfehérvári Kölcsönös Segélyező Egylet, illetve az Országos Segélyező Egyletnek, vagy Biztosító Társaságnak a fúziójáról, tehát egyesüléséről tárgyaljon, és hát nagyon izgalmas fordulatot vesznek ezek a tárgyalások, hiszen tulajdonképpen megtörténik ez az összeolvadás, ő valójában egy üzleti tárgyalásra érkezik a fővárosba, ugye Fehérvári megbízással, és mire elindulna haza, addigra már Pesten ugye éppen zajlik a forradalom. És Székesfehérváron akkor ezt követően hogyan zajlottak az események? Ugye, ha jól tudom, akkor a fekete szállóból indultak itt meg a történések. Így van, hát ugye vannak azért párhuzamosságok uh -huh. a történetben. Ugye Pest egy nagy város ebben az időszakban, ugye Budára is kiterjed ez a forradalmi hangulat, hiszen ugye eleve a várba mennek a helytörtó tanács épületéhez, ugye Táncsics kiszabadítása és egyebek, és egyáltalán a budai vár az ugye Tulajdonképpen az uralkodónak is egy a szimbólum a királyságnak, és a Nádori Palota ugye a Budai Várban szintén. Ugye ekkor már István Nádor, a Habsburg ház ö, egyik oldalág származottja, ugye József Nádornak, tulajdonképpen Pest építőjének a fia, ö, a, az itteni helytartó, tehát ugye a király legfőbb képviselője, teljhatalmú képviselője, és ö, Fehérváron is elindulnak az események, ugyanis március 16-án Boros Mihály kedves barátja kíséretében hazatér Pestről, és hát ugye a Fehérvári Pilvaxnak nevezett Fekete-Sas Kávéházban gyülekeznek, ugye a szállodának a földszintjén, gyülekeznek az itteni liberális, illetve forradalmár értelmiségnek a tagjai, szintén elsősorban fiatalok. Tehát kialakul ugye, az úgynevezett polgári kaszinóknak a hagyománya, rendszere, ez ugye a nemesi kaszinók mellett működő ö, rendszer, ami azt jelenti, hogy ezeken a helyeken rendszeresen összegyűlnek, beszélgetnek, megvitatják az ország dolgait, felolvasásokat tartanak, lóverseny eredményeket vitatnak meg, és minden egyéb. Tehát az időtöltésnek egy hasznos formája igazából, ahol ezek a forradalmi és liberális polgári eszmék uh -huh. legjobban terjednek. És egy ilyen helyszín ez a, ez a Fehérvári Pilvax igazából, amelyet így neveznek már ebben az időszakban. Boros Mihály úgy ír erről, hogy a fiatalság gyűldéje, és tehát nem véletlenül mennek oda először, hiszen tudják, hogy ott gyülekezik ez a, ez a fiatalokból álló tömeg. Ugye a sajtóhírek útján már megérkezik egyébként a forradalom híre Székesfehérvárra, de ők azok, akik fizikailag is elhozzák a 12 pont és a nemzeti dal kinyomtatott példányait megtörténik ennek a felolvasása, elszavalják a nemzeti dalt, és elindulnak a Basa utcán keresztül az akkori Számmer nyomdába, ami a Bástya utcában található, és a Számmer lesz igazából a Fehérvári Landerer Hekken, azt lehet ezt mondani, hiszen itt nyomtatják ki a 12 pontot, és itt nyomtatják ki Petőfinek a nemzeti dalát. Ezekkel a példányokkal pedig megérkeznek a városháza elé, és itt is szintén elhangzik a nemzeti dal, elhangzik a 12 pont, itt már egy spontán népgyűlés szerveződik, ahol ezeket a követeléseket ugye felolvassák, és hát követelik ténylegesen, mint székesfehérvári polgárok, hogy ebből a 12 pontból minél előbb valósuljon meg, ha lehet, akkor az összes. Na most ez a tömeg aztán tovább megy a megyeháza elé, az akkori megyeháztérre, ahol a megyei főméltóságok előtt szintén elhangoznak ezek a követelések, és a vármegye vezetése maga is egyébként innentől kezdve képviseli ezeket a törekvéseket, és ugye a megalakuló Batyányi Lajos gróf vezette kormány pedig szintén magáével teszi ezeket a követeléseket, és az úgynevezett áprilisi törvényekben, amelyeket április 11-én szentesít az uralkodó, ugye a Pozsonyi Országgyűlés hagyja jóvá, majd az uralkodó pedig végső soron szentesíti. Ezek az úgynevezett áprilisi törvények azok, amelyek részben megvalósítják a 12 pontban megfogalmazott követeléseket. Nem mindet egyébként, mert például a Nemzeti Bank ügye az végül is még 49-ben sem jut nyugvópontra. Sajnos a nemzetiségekkel való viszonyt sem rendezi, sem a Battyányi kormány, sem később a Szemere kormány illetve a nemzeti hadseregnek a létrejötte, tehát az úgynevezett reguláris, tehát szervezett és a kormány által szervezett fegyveres erők megszervezése nem kerül sorra, de a nemzeti őrsereg követelése az viszont nagyon gyorsan beérik, az úgynevezett nemzetőrség tulajdonképpen ez, az intézmény, ami ugye azt jelenti, hogy önkéntesen verbuválódó, tehát jelentkező fiatal emberek mennek fegyveres szolgálatra, és ez a fegyveres szolgálat ez általában a saját városuknak a megvédésére szorítkozik elsősorban. Aztán majd 48. júniusától, sőt a későbbi időszakban, főleg már itt a Pákozdi csata környékén, tehát szeptember második felében vége felé, pedig elkezd a megyében is már nagy arányokban megszerveződni ez a fegyveres nemzetőrség, amelynek az alapjait például Székesfehérváron az 1843-44-ben megszerveződő fegyveres polgári őrség, ami igazából a mai polgárőrség elődjének tekinthető adja. Egyébként a környező településeken, az őket mi jellemezte a forradalom idején? Hát itt ugye érdekes a helyzet, hiszen Székesfehérvár egy úgynevezett szabad királyi város tehát tulajdonképpen ugye földes ura nincsen, egy nagy, főleg német ajkú polgárság alkotja itt a társadalomnak a vezető rétegét, ugye még 1848-ban is azért gyakran elhangzik a, a név, és hát ugye nagyon gyakran német szó hallatszik az utcákon, de hát azért a magyar polgárság is jelen van. A vidéki településeken pedig azért a nagy birtokosok igen erőteljesen tudják befolyásolni a közhangulatot. Fejér megyében is egyébként elég érdekes a helyzet, hiszen a nagy birtokos családok közül, az arisztokrata családok közül vannak olyanok, akik inkább a forradalmi eszmékkel és a polgári átalakulás eszméjével szimpatizálnak, de vannak az úgynevezett konzervatívok, akik viszont abszolút hűek az uralkodóházhoz és hűek a Bécsi udvarhoz, az úgynevezett aulikus, tehát udvari körök, például Szőgyényi László csóri birtokos, aki majd később, ugye a házasság után Szőgyényi Marics László néven lesz ismert. Ő például az udvarnak egy, egy lelkes híve, de ott vannak például az icsiek is. Az icsi családnak az egyik ága Fejér-megyében udvarhű, a másik pedig inkább a liberális nemességhez tartozik. A battyányiak, ugye akiknek a rokonságába egyébként, a már említek, gróf Battyányi uh -huh. Lajos miniszterelnök is tartozik, unokatestvére a Fejér-megyei battyányi grófoknak, Polgárdiban, Szabadbattyán ők abszolút a liberális eszméket képviselik. Egyébként Vasvár megyéből származó birtokosok, illetve Vasvár megyéből a török után visszatért birtokosok ide Fehér megyébe, akik természetesen szimpatizálnak ezekkel a polgári eszmékkel, és hát ugye már a középkorban is működött az az elf, hogy ugye a földbirtokosnak a, 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 gondolatait és a, földbirtokos, a földbirtokosnak a törekvéseit képviselik ugye a bérlői is, szimpatizálnak vele, tehát amit ugye a, maga a földes úr mond, az a, az a szent és az az igaz. Tehát itt is igazából arról van szó, hogy amely birtokon úgynevezett haladó szellemiségű földbirtokosok vannak, akik például jobbágy felszabadításnak élharcosai, ott, ott bizony a bérlőik is, illetve a jobbágyaik is Hát a jobbágyok nyilván azért a többi birtokon is ezeket az eszméket képviselik, és ezeket próbálná érvényesíteni, ha lennének jogaik, ugye? De hát itt elsősorban a földbirtokosok és a polgárság révén érvényesülnek ezek az eszmék és ezek a követelések. És március 15-ét követő napokról beszéljünk még egy kicsit akkor. Ugye ez is egy érdekes dolog, hogy a forradalmi hangulat az abszolút meghatározza ezt az időszakat. Ugye április 11-éről nyugodtan elmondhatjuk, hogy ekkor győz a forradalom, hiszen a legfontosabb követelések ugye törvény erejű, vagy törvényerőre emelkednek. Például a politikai foglyoknak a szabadon bocsátásáról, a különböző csapatmozgásokról, a jobbágy felszabadításról. Ugye ez is egy nagyon fontos dolog, hogy innentől kezdve szabadbérlőként élhetnek ugyanazokon a birtokokon, ahol korábban egyébként ingyen munkára kötelezték őket nagyon sokszor, hiszen a földes úrnak ez joga volt, és a földesúr és a jobbágy szabadon szerződhet, a földbirtok használatról és minden egyébről. Tehát innentől kezdve bérmunkások lesznek igazából, illetve kisbérlők. Nevezhetjük őket így. Ugye a sajtószabadsága is megvalósul, eltörlik az előzetes cenzúrát, és a véleménynyilvánítás joga is abszolút megjelenik ezekben a, ezekben a körökben, ebben az időszakban. Ugye itt történik egy sajnálatos esemény egyébként pont Székesfehérváron, ami szintén a forradalmi hangulatot mutatja. 1837-ben dönt az országgyűlés és az uralkodó arról, hogy a szabad királyi városokban a zsidóság letelepedhet, tehát ugye beköltözhetnek a vidéki nagy Székesfehérvárra ebben az időszakban, a 30-as évek végén, második felében, például Lovasberényből, Kajászóról és egyéb nagyobb településekről költöznek be a városba, és itt kezdenek el kereskedni, pénzügyekkel foglalkozni, illetve olyan iparágakkal, olyan mesterségekkel, amelyekkel más a környezetükben nem foglalkozik. Keresül ugye a magyarok és a németek. Hát a pénzügyeket abszolút ugye a, a, zsidóság kezdi el működtetni, pontosan azért, mert pénzzel a magyar, akár a magyar nemesi réteg, akár a polgárság nem igazán szeret foglalkozni. Tehát ez egy fontos dolog, akkor, amikor akár a száz évvel későbbi eseményekről is beszélünk. Ö, minden esetre 1843-ra itt már például a Deutsch család felépíti a város első nagyáruházát, megalakulnak az első bankok, biztosító egyletek, és ezt a helyi zsidóság ö, karolja fel. És, és viszi tulajdonképpen üzletként. 1848-ban viszont a helyi magyar és német polgárság megfogalmazza azt a követelését, hogy a zsidókat elsősorban a Fehérvár területéről mondhatni azt, hogy száműzzék. Száműzze a hatóság, és itt van nagyon fontos szerepe egyébként a már alakulóban lévő fegyveres nemzetőrségnek, hiszen a nemzetőröket, a városba vezénylik, illetve Mórról is érkezik háromszázadnyi lovasság, és a kormány küldötte, Pulszki Ferenc, a Nemzeti Múzeum későbbi igazgatója, teljhatalommal felhatalmazza, megérkezik a városba, az a, az, az ő szerepe, hogy megakadályozza ezeket az intézkedéseket, tehát a zsidóságnak a kiűzését Fehérvárról, és végül is ezt sikerül elérnie, úgyhogy a megyeházára összehívatja, illetve a megyeháza elé összehívatja a vármegye vezetőségével és a város vezetőségével a népgyűlést, és a népgyűlés előtt hirdeti ki azt a határozatot, hogy már pedig a zsidókat nem lehet száműzni. Székesfehérvár és a megye területéről, ez a kormánynak a szilárd álláspontja, pontosan azért, mert ellátási nehézségek vannak, jelenti ez az élelmiszert, jelenti ez a ruházkodást, Bécsel megszakadnak a kereskedelmi kapcsolatok, tehát itt valakinek ugye a kereskedelmet, az ipart tovább kell működtetnie, tehát itt nyilván pénzügyi megfontolások is vannak a háttérben. Az itteni polgárság elsősorban ugye arra panaszkodik, hogy nem tudnak gazdaságilag és üzletileg érvényesülni, megint csak ugye a magyar tőkének a, az érdekvédelme áll a középpontban, de a kormány belátja, hogy bizonyít hosszú távon mindenkinek az az érdeke, hogyha a zsidóság kezében megmaradnak ezek a fontos ágazatok, hiszen ők tudják megfelelően irányítani. Amit majd az 1930-as években nem feltétlenül lát be egyébként a pénzügyi és a belpolitika sajnos. Visszatérve 48-ra, tehát sikerül megakadályozni ezt a, ezt a követelést, méghozzá fegyverek segítségével, hiszen a mai Szent István tér egyik oldalán a Móri lovasság áll, ugye fegyverrel a kézben, a másik oldalon pedig a már részben megszerveződött nemzetőrség, szintén fegyveresen felszerelkezve, és hát bizony a fegyvertelen tömeget végül is így sikerül meggyőzni fegyverek segítségével, tehát hatalmi szóval arról, hogy a városnak és a megyének is az az érdeke, hogy a zsidóság itt maradjon. Tehát ez igazából a nemzetőrségnek az első fontos úgymond bevetése, természetesen itt atrocitásra nem kerül sor. Az első nagy fegyveres összecsapás az majd a Pákozdi csata környékén bontakozik ki. Ugye Jelasicsnak a, a seregei megérkeznek Fehérvárra, Jelasics maga beköltözik a püspöki palotába, mint Horvátbán, ugye mindenféle felhatalmazás nélkül egyébként betör a magyar királyság területére, de a későbbi mozgásokból, mozgolódásokból látjuk azt, hogy bizony a Bécsi udvar sem feltétlenül hajlik arra, hogy jelasítsot például visszarendelje Horvátországba. Tehát érdeke az, hogy megossza valamilyen szinten ezt a majdnem már szabadságharcos tömeget igazából, hogy gyengítse ezzel az ellenfelet, illetve később az ellenséget, és ez részben egyébként sikerül is, annak ellenére, hogy ugye szeptember 29-én a Pákozdi csatában a magyar honvéderő győzedelmeskedik, ebben nagyon fontos szerepe van például a fegyveres nemzetőrségnek, illetve a megszálló horvát és részben császári, tehát Bécsből ide rendelt császári erők városból történő kiűzésében, és innentől kezdve a fegyveres nemzetőrség veszi át a városnak az őrizetét, és ez a fegyveres nemzetőrség fog majd 49-ben a visszanyomuló osztrák császári csapatok ellen is harcolni, de hát ez már egy másik történet. Hát további kellemes ünneplést kívánunk neked a, mai napra, és köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, tartalmas lesz ez a hétvége. A vendégem volt tehát Váci Márk, a Szent István Király Múzeum munkatársa, illetve történész. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok, viszontlátásra! sorsan termék megjelenítés tartalmazott